A következő előadónk a Kéknek egy nagyon régi barátja lesz, akit egy másik nemzetközi projekt, a Danurb kapcsán ismerhettünk meg. Én felolvasom a bemutatkozását, utána pedig akkor várjuk ide a színpadra a Feleki Mátyást, aki a Szobi Toronyszoba projektet fogja bemutatni nekünk, prezentációjának címe Isten el nem kopó flex korongja. Mátyás ezt írja magáról, közgazdászként végeztem a Kodolányin, szálloda szakirányon, sokáig a turizmusban dolgoztam. Lehet azért van az, hogy minden elhagyatott épületben az újrahasznosítás lehetőségét, szállodát vagy ilyesmit képzelek el. Kb. ez történt a Szobival vasútállomás víztornyának elhagyatotlan romló épületével kapcsolatban is, ami a körülmények kedvező alakulása és a munkánk nyomán eljutott egy már megmutatható fázisba. Mátyás, akkor adunk neked egy mozgó mikrofon. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! nagyon megtisztelő ez a felkérés, és igazából hát mi az utolsó metálbandám óta nem álltam ennyi ember előtt színpadon, úgyhogy egy kicsit meg is vagyok szeppenve. Kénytelen voltam magamnak jegyzetelni, mert az utolsó négy évem, évünk nem nagyon szólt másról, csak a toronyra, egy kicsit ilyen csőlátásom is van emiatt, szóval muszáj volt jegyzeteljek, hogy ez az előadás ne az legyen, hogy bemutatok itt egy díjasorozatot, és akkor ilyen volt, ilyen lett, és hát ez egy övvezeti projekt tulajdonképpen, ami annak minden áldásával és átkával egy típus épületet, amit itt láthatunk a második dián, vízháznak nevezik, látszik középen egy szimpla, és egy olyan, mint a miénk, bár nem pont ugyanolyan a dupla. Rengeteg ö, érdekes ö, aspektusa van egy ilyen rosdaövezetes beruházásnak. Ö, mi igyekeztünk úgy megközelíteni, ahogy muszáj volt, hogy hát konkrétan nem volt rá egy vasunk se, viszont ö, nekem sikerült ezt az épületet egy árverésen megvennem, és ö, hát így nekifogtunk annak, hogy már a kezdetektől közösségépítéssel bevonjunk mindent, és már itt látszik, hogy itt már a a romokon elkezdtük a, a, közösségépítést, és itt a jobb oldalon az első másnapos szálló vendégünk is látható a mókus személyében. Ö, nagyon, nagyon, igyekszünk arra, hogy ez ne egy, ne egy üres épületnek a felújítása legyen, hanem inkább az, hogy megtöltsük lélekkel ezt az egész dolgot néhány isztereget is elhelyezett a lányom ebben a prezentációban. Az van, hogy ha magad csinálod, akkor fogsz találni hozzá társakat, akik ez, be lehet őket vonni. Ketten itt is vannak közülük. Itt nagyon-nagyon fontos nekem az, hogy, hogy ennyien segítettek ebbe. Amint itt a képeken látszik, hát elég botrány állapotok voltak, amikor örökbe fogadtuk ezt a magas épület, középmagas épületet, és mindenki elmondta ezzel kapcsolatban a, a mi kis régiónkban, amit éppen most kezd a turizmus tönkretenni, vagy hát így most kezdik a környéken az összes öngolt berúgni, mert eddig ugye ez begényig tartott csak a turizmus, most már szobon is van. Nem nagyon jut el a, a, a minőség fogalma így a... a döntéshozókhoz, hanem ilyen egynapos rendezvényekkel próbálják megnyomorítani minél inkább a környék életét. Mi ezzel megpróbálunk szembe menni, és igazából, hogyha egy lábon ugrálva itt a színpadon minden egyes kockán kettőt ugrálnék, annyi programot tudnék felsorolni, amiért érdemes eljönni a régiónkba. Ennek ellenére egynapos dolgokkal űzzük a turizmusnak a semmilyen hasznot nem hozó szekerét. Felhasznált anyagok tekintetében nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez szintén ugye egyrészt a kényszer, másrészt meg a kihívást láttuk benne, hogy amennyire lehet ugye az ökológiai lábnyom, blablabla, bla, bla, de használt anyagokat építettünk be, illetve amit kibontottunk a toronyból, azt vissza is építettük. Ez itt éppen a második emeletnek a megújulását mutatja, ahol egy családi szobát alakítottunk ki. Középen ott látszik, hogy milyen volt, és aztán itt a a galériának az elkészültét látják. Ugye mind a ketten a kivitelezésben dolgozunk az üzletársam a és onnan hát, az új gyakorlatokat már hoztuk magunkkal, és hát itt próbálunk kiteljesedni ebben az épületben. A Love Designnak a, a keretein belül, illetve a határain belül specialitásai, hát rengeteg van az épületnek, ugye egyrészt, hogy szűk, másrészt, hogy magas, ezért például a lépcsőkkel rengeteget lehetett szórakozni, amíg végre sikerült feljutni a harmadik emeletre. Most viszont két jó kis lakosztály van a, a 255 köbméteres acéltartálynak a helyén és hát már így a kezdetektől lebegtetjük az egészet egy ilyen, hát úgy hívjuk mi, hogy a, a gerilla marketingünket, ezt így, így nyomjuk 2019 ősze óta. Itt már látszik, hogy a, ugye, amit mondtam az elején itt, hogy a közösségépítés a romokon, itt a Danurb rendezvény keretében éppen a frissen beépített ablakok és a betonozott födémen már megjelent nálunk a, a Danurb záró rendezvényének a kiállítása. Hát igazán érdekes élmény volt, én konkrétan elég aggódtam, hogy valaki leesik a lépcsőn. Ez most már a mostani állapotot mutatja itt, ez a, az előbb említett két tartály fönt, ahol már laknak. Hát a fejlődésnek vannak lehetőségei, bőven perspektívái. Ennek most pillanatnyilag éppen az anyagiak, ha szabnak újra határ, de, de nem vagyunk tulajdonképpen megijedve, mert a turisztikai környezetben szerintem remekül be tudunk illeszkedni úgy, hogy pont ezáltal, hogy úgy határozzuk meg magunkat, hogy a mainstream egy kicsit szembe megyünk, és igyekszünk ilyen, hát tudom, hogy ez most nagyon divatos, ez a storytelling, meg ilyesmi az új turizmusban, hát itt igazából minden egyes beépített tárgynak, itt látszik a bárpult a két székkel, az például a villanyoszlopból készült, ami a, a régen az áramot szolgáltatta a toronynak, Mindent beépítettünk, ami, ami kijött belőle szinte. Ö, annak körülünk, hát ezek a macskáink, igen. A, a gyerekeknek a, a jó kis kommunista macskamászóka, aztán Cifra, az ongorista macskánk, aztán az a a másik. Ők is részesei a, ott a környéknek, megfogdossák az egereinket. És az a jó, hogy általuk is, hogy már nincs annyi kártevő, így a barna mezőkön kezd kisarjadni, valami új dolog kezd nőni. Nem gondoljuk, hogy a mi gyertyánkról nő, vagy lobban föl ez a mágia, de a turisztikai központ kiírt egy pályázatot, amin a Mom és Dózsa Bercelék egy igen, igen minőségi munkával készítettek a Magyarországon még álló dupla és szimpla vízházakkal hasznosítása kapcsán egy, egy jó kis tanulmányt, és meg is hívtuk őket, és egy tök jó kis beszélgetés volt, amibe Hát mi abban reménykedünk, hogy az itt megszerzett tapasztalatokat majd egy másik víztoronynál akár megmutathatjuk, hogy mit csinálnánk másképp, mint ahogy most ennél csináltuk. Ez itt egy rendezvényünk, ami a Food Wave hullámaira ültünk föl, itt egy ilyen Pest megyei önkormányzati rendezvényel kapcsolatban, és már itt megtelt élettel, bár még nem voltunk nyitva. Én nagyon-nagyon sokáig tudnék még erről mesélni, és nagyon szívesen meg is teszem majd itt egy kötetlenebb formába, hogy a címre reflektáljak, azért Isten el nem kopó flexkorongja címet adtam ennek a dolognak, mert hogy ugye egy rosdaövezetről van szó, és annyi tekinthetjük véletlennek, de Annyiféle olyan véletlen történt, amit nem tudunk másképpen értelmezni, mint azt, hogy egy felsőbb akarat irányítja a kezünket ezzel az épülettel kapcsolatban. Köszönöm a meghívást.